Azt gondolnánk, hogy az ilyen kis aranyos, fényes szerszámok, csak úgy, mint ezek itt, kifejezetten női kézbe valók, de ez egyszerű hímsoviniszta előítélet. A Rühm RG 100 az RG 800-as modell utódmodellje, de nem azért, mert kivontak belőle 700-at, hanem csak néhány millimétert, hogy a 8 mm-es helyett a 3.15-ös riasztótöltényt tudja tüzelni. Ja, hát ez több. Így van, János, a 315 mm valóban több. Az általában hajóágyuknál is használatos, azzal szoktuk lőni a tevepalotát egy Csepel szigetig fölhajózott japán csatacirkáló lövegtornyából. Hallgassakoda, tevepalota, nukasgara! Bum! Bum! Paf! Most, hogy ezzel a fegyverhez kapcsolódóan mindenki tisztázta a szexuális identitását, el kell, hogy mondjam, hogy ez a legjobbnak számító Walter PPK másolata a gázpisztoly piacon, és Walter PPK James Bondnak volt, aki nagyon férfias, nem olyan, mint a János. A Rühm RG 800, illetve 100-as modellek a legjobbnak tekinthető Walter PPK másolatok a gázpisztoly piacon, annak ellenére, hogy volt az Umarexnek Walter PPK névre feliratozott pisztolya is. Ez azonban működésében nagyon hasonlít valóban az igazi Walter PPK-ra, meg is mutatom, hogy miért. A tárkioldó történetesen pont nem. Azonban ennek a fegyvernek működő fesztenállítója van, kakast megállítja biztonsági állásban és csőre töltve tűzkészen viselhető. Ezen túlmenően van neki belső szánakasztója, tehát ha kiveszem a tárat, ami üres, akkor is hátul marad a szán. Tehát ha beteszek egy frisset, kicsit hátrahúzom, akkor valóban csőre töltődik és lehet folytatni a tüzelést, vagy fesztelenít, kibiztosítok és zsebre rakom. A részleges szétszerelése is azonos egy Walter PPK-jéval, tehát kiveszem a tárat, ellenőrzöm a töltetlenséget, lehúzom, kinyom oldalra a sátorvasat, ütközésig hátra, fel, és akkor itt láthatjuk, hogy ez a Rühm gázpisztoly ez egész szép minőségben van elkészítve, és ráadásul nagyon sok acél alkatrészt tartalmaz. Acél az elsütő szerkezete, hüvelykivető orr, a nikkelezetten nem látszik ugyan, de a csöve is acélból van, és ugyancsak nem látszik a nikkelezett esetében, tehát inkább feketét kellett volna hozni, hogy a tűzfalban is van egy acélbetét. Továbbá a biztosító tengelynek a válla is látható, hogy más színű, tehát az is acélból van. A részleges összeszerelés, igen? Összeszerelés relatíve gyors. És 9 csekély mérete ellenére a 315K gáz- és riasztótöltény nem sokkal marad el teljesítményben a lényegesen nagyobb méretű 9-es paktól, majd hallhatjuk, hogy mekkorákat fog durrani, és mivel ilyen kis pici, a tárjába 7 darab fél a fegyvernek, plusz egy a csőbe. János, nagyon tudjuk már ezt az elcsöpött kérdést, de minden nézőnk ezt várja tőlünk, hogy van tüzed! Egyetlen hátránya van a 315-ösnek, hogy pepper töltényből a 20 mg-os hozzá a legerősebb, de CS-ből ez is 80 mg-ot tartalmaz, tehát körülbelül 3 méterig lehet vele hatással önvédekezni. Ez egyébként az öntöltők közül az egyik legajánlottabb típus önvédelemre, hiszen kicsi, tűzkészen viselhető, lapos és jó minőségű iszerrőm gyártmányú, és nikkelezett famarkolatos kivitelben még nagyon szépnek is mondható, bár egy önvédelmi fegyvernél ez a legutolsó szempont. Az RG 100-nak az a legfontosabb hátránya, hogy már nem gyártják lassan 10 éve ezt a típust.